Bár nem szerepelt a közgyűlés napirendjén, az ellenzéki képviselők többször is szóba hozták a Budapestre tervezett dugódíjat. Bírálták az elképzelést, mert szerintük nincsen elég P+R parkolóhely a városban. Egy új tarlós adó is bevezetése kerülne 5000 forintos matrica formájában, aminek egyébként semmi köze a forgalomszabályozáshoz. Azt a látszatot kelti, minthogyha egyébként a korábbi szocialista szabaddemokrata városvezetésnek az ég egy adta világon semmi köze nem lenne a mai napon is fennálló dugódíj kötelezettséggel kapcsolatban. A dugódíjról 10 évvel ezelőtt döntöttek, amikor a főváros megállapodott a 4-es metró uniós finanszírozásáról. A dugódíj bevezetése volt az egyik feltétel. Demszky Gábor korábbi főpolgármester is beszélt róla 8 évvel ezelőtt. A dugódíjnak a célja az az, hogy megfelelően kényelmes tömegközlekedési eszközt használva sokkal gyorsabban érjük el a munkahelyünket, az iskolát, hogy kiszálljunk a gépkocsiból. A dugódíj mértékéről még nincs döntés. Két hete Tarlós István két elképzelésről beszélt. Az egyik szerint egész Budapest egyetlen zóna lenne, a havi díj 450-500, az évi 5000 forint lenne. Hasonlóan a megyei autópálya matricákhoz. A másik elképzelés szerint Budapesten két zónát hoznának létre. A belsőbe behajtani többe kerülne, de a pontos összegről és a területéről még egyeztetnek. A díj bevezetéséről és a BKV finanszírozásáról a kormánnyal is egyeztetnie kell a fővárosnak. Két hete a főpolgármester levelet küldött a miniszterelnöknek, de még nem kapott rá választ. Ezért sem tud még konkrétumokat mondani. Szeptember végét ígértem, mivel nekem is azt ígérték. A korábbi tervek szerint a dugódíjat 2016 végén, 2017 elején vezetnék be.